Üdvözlöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Átadták a játszóházat. Megújult és turisztikai funkciót kapott az alispánilak. Kaszálás és patka rendezés. Két műszakban dolgoznak az utak mentén a közútkezelő gépei. Felidézik a török kort. 11. alkalommal rendezik meg a végvári napokat. Új tárlat a postán. A galériában Csifári Zsuzsa alkotásai láthatók. Európa-bajnokságra készülnek. Jelentős gyulai delegáció indul a gyulafehérvári versenyre. Megújult és turisztikai funkciót kapott a Szent Miklós parkban található alispáni rak. Játszóház Gyula elnevezéssel gyermekszabadidős élményközpontot alakítottak ki, amely egy hiánypótló, 4 évszakos attrakciója a városnak. Ez a nap híre. A Mária falvai óvoda. És a Mágocsi úti óvoda növendékeinek műsora színesítette a Játszóház Gyula megnyitóját. A Szent Miklós parkban található egykori alispáni lak udvarán megtartott eseményen Görgény Jernő polgármester kiemelte: Gyulán felnőni, a városban tölteni a gyermekkort csodálatos dolog, hiszen a város élmények tárháza. Aki itt nőtt fel, elválaszthatatlanul kötődik a fürdővároshoz. Ebben meghatározó szerepet játszik az az épített örökség, azok a természeti értékek és azok a szellemi kincsek, melyeket elődeink hagytak ránk. A polgármester folytatta, régi terv volt az egykori alispáni lak felújítása. Az épület évekig üresen állt. Tulajdonosának, az államnak nem voltak tervei ezzel, a turisztikailag frekventált területen álló épülettel. Lázár János, akkori kancellária miniszter segítségének köszönhetően a kormány végül úgy döntött, hogy ingyen Gyulaváros önkormányzatának tulajdonába adja ezt az értékes ingatlant. Végül a felújításra egy olyan Európai Uniós pályázati kiírás nyújtott lehetőséget, amely csak gyógyhelyi minősített területen lévő ingatlanok fejlesztésére adott támogatást. Szerencsénkre 1984-ben az egészségügyi miniszter úgy jelölte ki Gyula gyógyhelyi területét, hogy az alispáni ház és telke a gyógyhely határán belülre került. Ennek köszönhetően turisztikai célra pályázatot nyújthattunk be az alispáni házra vonatkozóan. A játszóházat gyulai gyermekek és a városban látogató vendégek gyermekei számára egyedi kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Egy közel 300 millió forint támogatásból valósult meg a projekt, melyhez a képviselőtestület még 110 millió forint önerőt biztosított. Görgény Jernő kiemelte, ezzel a beruházással Gyula egyik legszebb részén biztosítanak különleges programokat a gyermekek valamennyi korosztálya számára. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, az épület olyan mértékben kapcsolódik a turisztikai desztinációhoz, ami jól egészíti ki a városba látogató családok mindennapjait. Egy ilyen házat megmenteni, sajnos korábban ennek az épületnek sem a rendszerváltás előtti időben, a tanácsi rendszerben, sem azt követően közvetlenül a különböző stáció kapcsán nem volt igazi jogazdája, nem volt elképzelés. Hál' Istennek az utóbbi 14 év véleményem szerint Gyulán a töretlen fejlődéshez szól, amelyhez én nyilvánvalóan csak a magam szerény eszközeivel tudok hozzájárulni, de a város vezetését, az itt élőket, a testületet és mindenkit dicsér ez a lehetőség. A beszédeket követően emléklapot vehetett át Katona Katalin, a Játszóház Gyulát üzemeltető RK Ferenc Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A pénteki esemény a szalagátvágással folytatódott, majd Siluan Manuela román ortodox püspök. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. És Kovács Péter, római katolikus plébános áldotta meg az épületet. A gyermekeket korcsoportok szerint külön-külön helyszíneken helyezték el az épületben. Többek között társas játékszoba, partiszoba, gémerszoba, mászó és ugráló szoba várja őket. A belső terek mellett lehetőség nyílik sportolni is a fiataloknak, a ninja pályán. Kaszálási és patka rendezési munkálatokat végez a Magyar Közút Békésvár megyei igazgatósága. Hunya Péter üzemeltetési és fenntartási osztályvezető kiemelte.
A lehetőségek függvényében sokszor két műszakban is dolgoztak a gépekkel. Az év első fél évében elsősorban anyagmentes munkálatokat végzett a Magyar Közút Békésvár megyei igazgatósága. Ebben kiemelkedőek voltak a kaszálások, illetve a patkarendezési feladatok. Jelenleg is az előbbi munkálatokra koncentrálnak. Gyakorlatilag a megye teljes úthálózatán végeztünk kaszálási munkákat. Gyakorlatilag már két körben mind a négy mérnökségünk végzett. Jelen pillanatban már a harmadik körös kaszálási munkák vannak folyamatban. Első fél évben a patkán 860 hektárnak megfelelő mennyiségben végeztünk kaszálást. A patkán kívüli területeken pedig 678 hektárnak megfelelő mennyiségű kaszálást végeztünk. Ezek a munkálatok természetesen a második fél évben is folytatódni fognak. A csütörtöki munkálatok Gyula és Kétegyháza között zajlottak. Emellett a 47-es főúton Békés Csaba orvosháza, valamint Békés Csaba mezőberény között, Gyula és Békés Csaba között a kétszer-kétsávos úton végeztek a középső, elválasztó sávban növényzetápolási munkákat. Szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy a kaszálógépeink nyilván a technológia miatt lassan mozognak, ezért kellőképpen óvatossággal közelítsék meg őket, és nyilván előfordulhat, hogy kavics fölverődést okoznak, vagy okozhatnak, ezért a megfelelő követési távolságot is kérjük befejezni, körültekintően figyelmesen végezzék el a előzési manővereket. Tekintettel a csapadékos időjárásra, majd utána a melegre, a fűfélék gyorsan növekedésnek indultak. Hunya Péter üzemeltetési és fenntartási osztályvezető kiemelte, a lehetőségek függvényében sokszor két műszakban is dolgoztak a gépekkel. A gyulai végvári napok immár 11. alkalommal várja Gyulára mindazokat, akik a történelem és a hagyományőrzés iránt érdeklődnek, de azokat is, akik igazi fesztiváli hangulatban szeretnének szórakozni. A július utolsó hétvégén megrendezett eseményen megelevenedik a török kor, mellette a végvári vitézek hőstettei is főszerepet kapnak. Esténként pedig könnyű zenei programok várják az érdeklődőket. Július utolsó hétvégéjén immár 11. alkalommal rendezik meg a gyulai végvári napokat, ahol igazi fesztiváli hangulatban elevenedik meg a török kor. A háromnapos hagyományőrző rendezvényen újdonságokkal, népszerű programokkal és könnyű zenei koncertekkel is várják az érdeklődőket. A végvári napok rendezvénysorozat egyfajta megemlékezés és tiszteletadás a végvári hősök emléke előtt, mondta el Kovács Ágnes. A szervező kiemelte, az idén 8 bemutató helyszínen 17 hagyományőrző csoport közreműködésével zajlanak majd az események. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy fesztiválunk már az országos fesztiválok közül kiemelkedik. Teszi ezt mindazért, mert ugye van egy gazdag történelmi múlttal, kiváló adottságokkal rendelkező városunk Gyula, és ez a kiváló rendezvény helyszín, amint mint említettem, éppen ezen a helyszínen vagyunk most is, és ezen a helyszínen történt 457 évvel ezelőtt ez a török ostrom is, aminek az elemeinek a felelevenítése zajlik majd a rendezvény keretében. A fesztivál két leglátogatottabb programja a szombatesti, illetve a vasárnap délutáni ostrom, mondta el Kovács Ágnes. A csatát megjelenítő hagyományőrzők az ország minden részéről érkeznek, többségében visszatérő szereplőkként. A rendezvény programjainak összeállításakor kiemelt törekvés a megújulás. Kovács Ágnes arról beszélt, idén milyen újdonságokkal várják a látogatókat. Minden évben egyébként igyekszünk egy kicsit megújulni, minden évben az élményszerűség mellett arra is törekszünk, hogy újszerű programokat kínáljunk az ideérkező vendégeknek. Az idei évben sem teszünk másként, hiszen itt a Vizesárokban fellelhető pákásztanya mellett az idén az alföldi életet bemutatjuk, mégpedig egy nátkunyhó, egy felállított nátkunyhó segítségével majd. Ezen kívül lesznek új gyermekprogramjaink is, ugye a nagyon kedvelt Apródók versus Martalócok csatája mellett szivacs ijászaton is részt vehetnek majd az érdeklődő gyerekek. Július 28 és 30-a között zenei programokkal is várják Gyulára az érdeklődőket. A háromnapos fesztivál
fesztiválon fellép többek között a Hollóének Hungarika régi zene együttes, a Só és Bor zenekar, az Antovszki Band, szombat este pedig Ruzsa Magdi ad koncertet a Várkertben. Pénteken nyílt kiállítása Csifári Zsuzsának a Posta Galériában. A tárlaton leginkább tűzzománc alkotások láthatók, de mellette állarcok és különböző struktúrált képek is helyet kaptak. Gyulán az ezredfordulón megnyitott postagaléria állandó fórumot biztosít időszaki képzőművészeti kiállításoknak. Július második felében Csifári Zsuzsa tárlata nyílt meg a közkedvelt kiállítótérben, ahol leginkább tűzománc alkotások, de mellette állarcok és különböző struktúrált képek is láthatók. Csifári Zsuzsát tanárai, mesterei és barátai inspirálják a fejlődésre, a folyamatos megújulásra. Az alkotó és előadó művészet, a teológia és a pszichológia együtt él benne. A gyulai születésű amatőr művész legfőbb témája az ember, ahogy fogalmazott, hobbim az ember. Ez a egyik fő témám, hogy az emberekkel és karakterekkel foglalkozok. Rajzos szempontból ez úgy nyilvánul meg, hogy pillanatokat, arckifejezéseket próbálok kiragadni így a hétköznapokból. Szerintem nagyon sok mindent tudunk olvasni az emberekről, anélkül, hogy megszólalnának. Engem ez érdekel, hogy hang nélkül mi mindent lehet megjeleníteni. Most nyilván itt vannak figurális, illetve nem figurális absztrakt munkáim is, amiket leginkább a színek sokasága jellemez. Nagyon szeretem a színeket, ez nyilvánvaló is látszik, illetve folyamatosan keresem az utamat az alkotásban is. A kihívásokat kereső ember számára az alkotás egyfajta belső kényszer. Csifári Zsuzsa elmondta, valamennyi munkája üzenetet hordoz, művészete az önkifejezés számtalan formájában mutatkozik meg. Kiemelte, mindenki számára ajánlja a kézművességet, elsősorban saját kreativitása megélése miatt. Az alkotás az olyan, mint a tánc, a másik szenvedélyem. Ez az egyértelmű, ez volt egyértelmű, hogy én alkotok, viszont nyilván az embernek a szülei, családja egyfajta reálisabb vizekre igyekszik terelni a gyermekét, ezért muszáj volt valami másféle szakma iránt érdeklődnöm és elvégeznem. Tehát az, hogy én alkotok, igazából az egy alap dolog. Nekem a teljes élethez ez hozzátartozik, nagyon fontos, és mindenkit arra buzdítok, aki esetleg nem is űzi profi szinten az alkotó művészetet, hogy valamit kézműveskedjen, mert szerintem egyébként ez az embernek az egyik sajátja, muszáj, hogy alkossunk, mert szerintem sok minden ki tud belőlünk jönni. Csifári Zsuzsa kiállítása július 28-áig látható a Gyulai Posta Galériában. Jelentős küldöttséggel képviselteti magát a Gyulai Kerecsényi László IESZ Egyesület a Gyulafehérvári Európa-bajnokságon. A fürdővárosi sportolók nem csak versenyzőként lesznek jelen, a helyi szervezők ugyanis építenek a világbajnokságot is rendező klub tagjainak szervezői tapasztalatára is. Történelmi IESZ világbajnokságot is rendeztek már Gyulán, vagyis a sportág legjelentősebb eseményét sikeresen szervezték meg a fürdővárosban, így nem is olyan meglepő, hogy a közelgő Európa-bajnokság szervezői gárdája is támaszkodna az itteni kerecsényi tapasztalatokra. Lovász Tamás bíróként vesz majd részt az erdélyi kontinens viadalon, több társa pedig a gyulafehérvári stábot erősíti. Én versenybíróként fogok a csapat többi tagja meg pályaépítőnként, főleg a történelmi versenyen, mert azért az elmúlt évben csináltunk 3 világbajnokságot Gyulán, és az Európa-bajnokság szisztémája is hasonló, mint a világbajnokság, így azért megyünk ki nekik segíteni, mert nekünk már van ebben rutinunk. A gyulafehérvári Európa-bajnokság dupla rendezvény lesz olyan értelemben, hogy az első héten a történelmi íjászok mérik össze erejüket, majd a vadász íjászok következnek. Annak Lovász Tamás szerint kicsi az esélye, hogy egy versenyző mindkét hetet eredményesen végig tudja csinálni. 6 fő fog részt venni az Európa-bajnokságon, bár még megy a vaciálás, hogy most mindkettő bajnokságon vagy csak az egyiken, még ugye azért 2 hét a sok a versenyzőnek is, és most gondolkodnak, hogy melyikre is tartalékoljanak jobban, de szerintem a történelmi fog nyerni. A gyulai íjászok minden nap gyakorolnak a közelgő versenyre, velük szemben különösebb elvárás nincs, de Lovász Tamás azt reméli,
lesznek dobogósok a 18 ország részvételével zajló, közel 200 fős történelmi íjászversenyen. Ipari területek és inkubátorházak fejlesztésére, valamint turisztikai beruházásokra is lehetőség nyílik a fenntartható városfejlesztési stratégiával. Rövid hírek következnek. December 31-ével zárulnak a terület és településfejlesztési operatív program pályázatai. A jelenleg is futó 2014-2020-as kiírásokat az év végéig be kell fejezni. A gyulai járásban két olyan pályázat is van, melyben konzorciumi partner a Békésvármegyei Önkormányzat. Zalai Mihály elnök kiemelte, a TOP Plus már a 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztésekhez tartozik, 95 milliárd forintos vármegyei kerettel. A fenntartható városfejlesztési stratégia megjelenésére még nem adott lehetőséget az irányító hatóság. Zalai Mihály kiemelte, a legfrissebb információk szerint július végén, augusztus elején ez a pályázati lehetőség is megjelenik. Ezáltal kinyílnak azok a fejlesztési lehetőségek a gyulai járás előtt, melyek eddig zárva voltak. Lehetőség lesz többek között ipari területek, valamint inkubátorházak fejlesztésére, emellett turisztikai beruházásokra is. Ezeknek az a célja, hogy növeljék a településen élők életszínvonalát. Idén is megrendezik a Vármegye napot. Az esemény az évek során megerősödött. A program helyszínét, a Szent István teret kinőtték, így a Kossuth téren is megjelennek. Zalai Mihály kiemelte, a nap folyamán bemutatkoznak a vármegyei értékek, valamint a települési értéktárak is. Emellett egész napos színpadi műsorral várják az érdeklődőket. Mocsára küldje a retteret Szőke utcának. Aki a Viszoló nevédel, az is a menző területén lehet. Immár 15. alkalommal vehetik át a gyerekek és a fiatalok a város irányítását két héten keresztül a gyulai hetet hét játékvárosban. Az idén 240 diák ismerkedik a felnőtt léttel, a programok középpontjában ezúttal a közlekedés áll. Először vesz részt a játékvárosban Balogh Réka Borbála. A táborozó elmondta, szorgalmasan gyűjti a gyurót, hogy elmehessen a péntek esti programokra. A rendőrségen dolgozott legtöbbször Bonyár Máté, aki a keresetéből már vásárolt is. A város támogatása mellett egyszerűen jó bulit lenni, fogalmazott Kocsik Lili. Kesztyűs Máté negyedik éve kapcsolódik be a játékváros életébe. A végzős gimnazista elmondta, ma már segítőként vesz részt a táborosztatásban. A játékváros idei tematikája nem véletlenül esett a közlekedésre, mondta el Szabó Enikő. A főszervező kiemelte, tapasztalataik szerint sem a gyerekek, sem a fiatalok nincsenek tisztában a közlekedés alapvető szabályaival sem. A két hét során ezt a hiányosságot szeretnék leginkább pótolni. A hetet hét játékvárosban szinte minden úgy működik, mint a valóságban. A táborozók a két hét alatt játékosan ismerkedhetnek meg az élet számos területével, többek között a munkavilágával, vagy éppen részesei lehetnek egy önkormányzati választás eseményeinek is. A Világirodalmi Klasszikusok Fesztiváljának negyedik produkciója lesz szombaton Csehov Sirály című drámájának táncszínházi verziója, melyet a Feledi projekt visz színpadra. Feledi János rendező-koreográfus kiemelte, a darabban a tánc mellett megjelenik a próza, emellett egy festőművész az előadás alatt végig festeni fog. Ez dramaturgiailag szerves része az előadásnak. A mű alapvetően az emberi viszonyokról szól. Feledi János kiemelte, 2019-ben egy 3 éves ösztöndíj programot nyert a Magyar Művészeti Akadémiától. Ebben azt vállalta, hogy olyan nagy irodalmi klasszikusokat visz táncszínházi adaptációban színpadra, amivel közelebb tudják hozni a művészethez a fiatalabb generációt is. A rendező koreográfus kiemelte, a gyulai színpadra új szereposztással érkeznek. Feledi János hangsúlyozta, a fellépő művészek kiválasztása nagyon fontos volt, hiszen a Csehov művekben a szereplők meghatározó karakterek. A Körös Ladány elleni 3-2-es győzelem után csütörtök délelőtt készültek ezek a felvételek a Grosics Akadémia gyulai edzőközpontjában. A Szeged Csanád Grosics Akadémia fiatal játékosai Andorka Péter vezetésével megnyerték a vármegyei bajnokságot, így úgynevezett fiók csapatként egyedülálló módon önerőből vívták ki a harmadosztályú tagságot. Így a jelentős részt 20 év alatti játékosokkal felálló gárda hamarosan olyan együttesek ellen léphet pályára,
mint a Kecskemét, a Honvéd vagy a Vasas tartalék csapata, vagy éppen a Békés Csaba előre első számú egysége. A szegedi együttes alapvetően a saját nevelésű játékosokra épít, ezért is különleges, hogy ez a csapat eljutott a harmadosztályig. Bakó László végigjárta a klub utánpótlás csapatait, most pedig arra készül, hogy a felnőttek között is sikerrel szerepeljen. A csapat vezetőedzője Andorka Péter elmondta, az NB3-as szereplés minden fiatal játékos számára jó lehetőséget jelent. Helyezésben egyelőre nem gondolkodnak, a legfontosabb cél az, hogy a labdarúgók fejlődjenek. A több, egykor Gyulán nevelkedő játékost felvonultató csapat ezen a héten készül a Fürdővárosban. Az edzőtábor szombatig tart, akkor egy Szolnok elleni találkozóval zárják az itteni programot. A 100 éve született Séner Mihályra emlékeztek Békés Csabán. Lapszemle következik. Megnyílt a Séner tárlat. 100 éve született Medgyesegyházán Séner Mihály, Békés Csaba díszpolgára. Írta a Beol. A Munkácsi Múzeum a centenárium apropóján egy kiállítással tiszteleg a Kossuth-díjas képzőművész, játék és bábtervező előtt. Nadi tábor Gyopároson. Idén 30. alkalommal szervezték meg a Nadi tábort, írta az Orosz Café. 8 országból több százan érkeztek Orosházára, többek között idén újra vendégül látták Pema lámát és kíséretét. Jutalomút az Őrségben. A napokban az Őrségi Nemzeti Park tájaival ismerkedhetett Nemes Hajnalka, az Ifjú Kócsa Gőr program országos döntőjének tavalyi győztese és felkészítő mentora Szegedi Fruzsina, írta a kmnp.hu. A programban szerepelt kenutúra, madármentés és sok más érdekesség. Önkénteseiknek rendeztek találkozót Szegeden a jezsuiták. Az önkéntesek fontos és értékes közreműködői a jezsuiták tevékenységének, írta a Magyar Kurír. A szegedi Szent József templom közösségében 40 önkéntes tevékenykedik. A hétvégén tovább erősödik a forróság. Enyhülésre csak a jövő hét közepén készülhetünk. Szombaton zavartalan lesz a napsütés. Eső és szél nem várható. Éjszaka 17 fokot, a déli órákban 34 fokot mérhetünk majd. Vasárnap fokozódik a hőség. A hőmérséklet 18 és 36 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Átadták a játszóházat. Megújult és turisztikai funkciót kapott az alispánilak. Kaszálás és patkarendezés. Két műszakban dolgoznak az utak mentén a közútkezelő gépei. Felidézik a török kort. 11. alkalommal rendezik meg a végvári napokat. Új tárlat a postán. A galériában Csifári Zsuzsa alkotásai láthatók. Európa-bajnokságra készülnek. Jelentős gyulai delegáció indul a gyulafehérvári versenyre. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!